De akkor nézzük tovább magát a számolásokat. Számolós játékokat. Szám megnyomása nevezetű játék következik. Itt már több feladatmódunk van. Nincs szám, egy szám és számsorozat. A nincs szám igazából arról szól, amit az előbb is mutattam, ki lehet próbálni, hogy ténylegesen hogyan is működik a darctábla, melyik szegmens mennyit is ér. Majd utána gyakoroltathatjuk is a fejünket az egy szám nevezetű feladatmóddal, amelyik kéri tőlünk, hogy nyomjuk meg azt az értéket, ami bal oldalon megjelenik. Ugye a 48 az tripla 16 lesz, az 51 az tripla 17, a 9 pedig lehet akár 9, simán, illetve lehet maga a tripla 3 is, és így tovább, és így tovább. De természetesen itt is lehet játék, és ez az én kedvenc játékom. Be lehet állítani, hogy a számsorozat nevezetű játékban hány számmal játszunk, 6 szám van alapból beállítva, és ezt is lehet időre játszani. Most megnézzük, hogy a véletlenszerűen kapott 6 számot én milyen gyorsan is tudom kirakni. Start gombbal indulunk, mindegyik egy érintéssel eltűnthetető, a 20-as az 20, a 22 dupla 11, 16 mondjuk legyen dupla 8, az 1 az csak 1-es lehet, 18 legyen szimpla 18, és legyen a 40 dupla 20. 12,65 másodperc alatt tudtam kirakni, kérem próbálja meg mindenki, döntse meg az én rekordomat, játszunk vele minél többet, ez a 6 számos játék sikerült ennyivel.